Sziasztok srácok, üdvözlök mindenkit egy újabb videóban. Nagyon recseg a szék a súlyom alatt, igen. Egy tőzsdés dologgal tértem vissza hozzátok, tőzsdehírrel. A GameStopról lesz szó, meg még egy-két cégről, de ugyanazban a cipőben járnak, vagy ugyanolyan cipőben jár a GameStop, mint például az AMC, vagy a BlackBerry nevezetű cég a tőzsdén. De hogy miről is van szó? A GameStop az nagyjából az amerikai konzolvilág, több boltjuk is van, nagyon sok boltjuk van szerte Amerikában, de hát ugye nem ment nekik az elmúlt években azért annyira jól már, hiszen nagyon sokan már digitálisan veszik meg a gépeket, ráadásul ami ugye még működik, hogy használtan megvesznek tőled játékokat, és akkor ugye beszámítják egy másik játékba, de ezzel kapcsolatban is volt már panasz rájuk, nem is egy, hogy pofátlan áron számítják be a játékokat. Láttam olyan videót is, amikor srác vett egy PS3-ot, használt PS3-at tőlük, csak hát ugye ilyenkor általában úgy szokott lenni, hogyha valami hibája van annak a PS-nek, akkor, vagy annak a konzolnak, akkor kijavítják, és megkapta a srác úgy, hogy gyakorlatilag rommá karcolta nem ezt a PlayStation, tehát volt ott probléma. Na most a GameStop az egy kicsi cégnek számított a tőzsdén. Volt, amikor lement 3 dollárra is a részvénynek az árfolyama, de ilyen 15 és 20 dollár között mozogtak. Január elején, inkább közepén, kijöttek a negyedéves jelentéssel, ami nagyon jó számokat mutatott, hiszen ebben már benne voltak ugye a karácsonyi eladások, hát nyilván videójátékból, főleg úgy, hogy most ugye jött az új konzol generáció, az új Xbox meg a PlayStation, így szépen megindult felfele a részvény. Ráadásul volt egy olyan hír is, hogy az egyik cégnek, amelyik befektetett ebbe a cégbe, annak a cégnek az igazgatója, illetve hát így tulajdonosa, igazgatósági tag lesz ebben a cégben. Na és akkor itt innentől kezdve érdekes a sztori, mert megugrott nagyon a részvény árfolyam, és már ez olyan érdekes, mert amikor mondjuk egy Moderna vagy egy Pfizer ugye kijön egy jó hírrel most a vakcinával kapcsolatban, felmegy ilyen 5%-ot, 5-6%-ot, és az már nagyon jónak számít. Tehát hogyha felmegy egy részvénynek az árfolyama ennyit. De hát itt sokkal nagyobb emelkedésről volt szó, és nézzük is meg, hogy miről van itt most. Szóval nagyjából ilyenkor jött ki a jelentés, itt most ezeket japán gyertyának hívják, az a lényeg itt most ebben az esetben, hogy egy gyertya az egy órát mutat. Január 13-a, ott szépen volt egy emelkedés, nagyjából rögtön a nyitásnál, 20 dollárról felment, mennyire? 28 dollárra, azért az nem rossz, az nagyon nem rossz, tehát 8 dolláros emelkedés volt, és akkor így szépen ment felfele. És nagyjából itt lesz érdekes a sztori, amikor már egyrészt már amikor felment erről a 47 dollárról, de az is, hogy már itt ilyen 40 dollárokon adták, kb. Egy héttel később, az is érdekes volt, és január 22-én sugrott egyet 60 dollár, és akkor onnan 120 dollár, utána akkor jöttek a shortosok, tehát ugye amikor eladnak kvázi részvényt, és ugye ez úgy működik a shortolás, ezt egyébként a Telexen nagyon szépen leírták, és azt a példát fogom felhozni most nektek. A shortolás lényege, hogy a befektető arra spekulálva, hogy egy adott vállalat részvényei esni fognak, kölcsönveszi valaki más részvényeit, és azonnal eladja őket. A vevő aztán szintén kölcsönadhatja ezeket, így mehet 100% fölött shortolt részvények arány, innentől aztán két forgatókönyv van. Ha az árfolyam tényleg esik, akkor később olcsóban visszaveti a részvényeket, visszaadhatja őket a tulajdonosnak, és a különbözetet pedig zsebre teheti. Tehát akkor gyakorlatilag az azt jelenti, hogy valakitől kölcsönveszek egy részvényt 100 dollárért, amit én rögtön el is adok 100 dollárért, és visszavásárolom azt a részvényt 14 dollárért, és visszaadom az embernek. És akkor így kerestem baromi sok pénzt, mert ugye általában mondjuk nem egy részvénnyel csinálják csak, tehát nem egy részvényt vesznek. Szóval az a lényeg, hogy jöttek ki ezek a shortosok, és szépen esni kezdett. De aztán megint elkezdett emelkedni. És akkor azt láthatjuk, hogy felment, tehát ne felejtsük, hogy innen indultunk, 19 dollárról felment 145 dollárra a részvénynek az ára, ez elég húzós, és akkor itt volt egy hatalmas ugrás, 350 dollár, utána a következő órában már 358 dollár, 364, megint volt egy kis shortolás, megint felment,
Az a lényeg egyébként, hogy a csúcsa az olyan $400 volt, és onnan szépen elkezdett egy kicsit lefele menni, hát $280, meg ilyesmi, és gyakorlatilag nincs bírás a részvénnyel, mondjuk úgy, hogy nincsen vele bírás, tehát elképesztő az, amit művelnek, és ugye a lényeg az, hogy a különböző pénzügyi géniuszok, tehát akik nagyon vágják a tőzsét, ők se értették, hogy mi a fene van, és mint kiderült, Redditen van egy csoport, mert ugye mivel nagyon olcsón lehetett ezeket a részvényárakat megvenni, tehát egy részvény került ilyen $19-20, de van, aki még ugye korábban vett, tehát nagy tételben tudtak vásárolni, tehát volt olyan, aki $58,000 értékben vett, tehát az már annak tehát az már meglátszik a piacon, mondjuk úgy. És utána elkezdtek szépen így összefogtak az emberek ebben a Reddites csoportban, és elkezdtek részvényt vásárolni. Ez meg szépen felverte a részvényeknek az árát. Tehát gyakorlatilag az én olvasatomban megtrollkodták a részvényt, ami az egyébként joguk van, mert semmi büntetendőt nem csinálnak. Ilyenkor mit tudnak tenni, hogyha ekkora kereslet van egy részvény iránt, vagy hogy ha hirtelen ennyit emelkedik, akkor általában leszokták zárni a részvénnyel való kereskedést, mert ott akkor valami gabasz van. És most igazából ennyit tudnak csak tenni a tőzsdén. Akikkel ki akartak szúrni, azok a hedge fundok, és most a hedge fund az, hát hogy is tudnám elmagyarázni, tehát nem az ilyen komolyabb cégek, mint a JP Morgan vagy a Morgan Stanley, tehát nem ezekről van szó, hanem olyan cégek, amelyek ilyen zártabban működnek, tőzsdén kívüli cégek. Aki látta a Milliárdok nyomában című sorozatot, akkor az X Capital az például tipikusan egy ilyen cég. Nem csak tőzsdével foglalkoznak, hanem máshova is befektetnek, amit ott megnyernek, azt teszik esetleg tőzsdére. Ők szoktak főleg inkább shortra játszani, és azt hitték, hogy majd ők is ezen mekkora pénzeket fognak kaszírozni, hát ez baromira nem jött össze, mert ők egyébként már korábban short pozíciókat vásároltak ebben a részvényben, és az egyébként utána ezek a részvények meg ugye megindultak, és már Redditen egyébként ment a magyarázás, hogy ez gyakorlatilag tényleg azért van, és most egy azért van egyébként igen, hogy a hedge fundokkal kicsasszanak, és most már nagyon sok részvényel csinálják, és például Elon Musk is támogatja ezt a dolgot, tehát most igazából, hogy mondjam, ilyen Robin Hoodosat játszanak, mondjuk úgy, és amit a gazdagok elvettek a szegényektől, akkor azt most elveszik ők a gazdagoktól. Valahol egyébként jogos, mert ezek a hedge fundok, mivel nagyon nagy tételben játszanak, mondjuk úgy játszanak a tőzsdén, ezért ők nagyban tudják befolyásolni ezeket az árfolyamokat. És most egy kicsit vissza tudnak nekik cseszni, látjátok egy ilyen mondjuk úgy semmit mondó céggel, mint amilyen a GameStop. De ugyanezt megcsinálták a BlackBerry-vel, az AMC-vel, és még egyébként nagyon sokan ma is például van, hogy van egy olyan cég, ami 70%-os pluszban van, és igazából senki nem tudja, hogy miért. Úgyhogy ennyit szerettem volna ebben a videóban elmondani, ez egy tök érdekes dolog, hogy most már nem ezek a hedge fundok fogják befolyásolni a pénzügyi világot, vagy a tőzsdén az árfolyamokat, hanem most már az átlag emberek is. Az átlag ember is, aki be tud szállni pár ezer dollárral, és látjátok, hogy ki tud cseszni mindenkivel. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet, vigyázzatok magatokra, sziasztok!